A Topolyai Betesda Szeretett Szolgálat 2003-ban polgári egyesületként alakult, elsődleges célja pedig a fogyatékkal élő személyek és családjaik megsegítése. Az intézmény napközijének 13 felhasználója van. A Szeretett Szolgálatnak a zavartalan munkához több pénzre lenne szüksége. Cipó Rózsa, az intézmény igazgatónője elmondta, a községtől évente 2,5 millió dinárt kapnak, átutalásokkal pedig további másfél-két millió dinárt. A felhasználók ellátása azonban éves szinten mintegy 6 millió dinárba kerül, így szükség van a szülők hozzájárulására is. Topolya község az elmúlt években növelte a Betesda Szeretett Szolgálat támogatására előirányozott pénzt, de további támogatásokra is szükség van, mivel az intézmény a helyiségeinek a bővítését is tervezi. Az elmúlt néhány évben igyekeztünk több pénzt előirányozni a Betesda Szeretett Szolgálatnak és a többi szociális intézménynek is. Remélem, hogy továbbra is jó lesz az együttműködésünk, és kellően tudjuk támogatni a Szeretett Szolgálatot. Zorán Györgyevics miniszter egy számítógépet is ajándékozott az intézménynek. Györgyevics kiemelte, az intézmény jelenlegi helyzete korábbi rossz döntések eredménye, és megígérte, hogy a helyi önkormányzattal és a tartományi kormánnyal karöltve biztosítanak segítséget a Betesdának. Vannak humánus emberek, akik a közösség érdekeit nézve cselekszenek, de ugyanakkor a közösség ezt nem ismeri fel és nem értékeli. A terepi látogatásaim elsődleges célja az, hogy megismerjem az intézmények legfőbb problémáit. A Betesda Szeretett Szolgálat tervei között szerepel továbbá a diagnosztikai és kezelési szolgálat bővítése is, amelynek keretében jelenleg is 54 fogyatékkal élő gyermekről gondoskodnak.